Hol tart a koronavírus járvány? Van-e szükség negyedik oltásra? Mit tudunk jelen pillanatban a koronavírus szövődményeiről? És mennyire veszélyesek? Ezeket a témákat boncolgatjuk Dr. Molnár B. Géza, virológussal, járványügyi szakértővel. Jó napot kívánok! Köszönöm, Köszönöm szépen a felkérést, és üdvözlöm a nézőket. És köszönjük, hogy eljött, nagyon rég nem járt nálunk. Még mindig az omikron variáns fertőz, ezt tudjuk, azonban többszörösen mutálódott formában. Már úgy, ahogy megtanultunk együtt élni vele, de azt is tudjuk, hogy akár tízszer jobban fertőz. Hol tartunk jelenleg, doktor úr? Tehát az, hogy még mindig az omikronnal, ez azt jelenti, hogy előre láthatólag lesz más is. Ugye volt alfa, beta, delta, omikron, stb. Tehát kétségtelen, hogy Romániában is pillanatnyilag 50%-os az Omikron fertőzöttségnek a kimutatása, de még megmaradt persisztensnek az alfavírus is és a deltavírus is, ami jelen van. Most már az alfát az Egészségügyi Világszervezet kivette a veszélyes vírusok csoportjából, illetve fertőzések csoportjából. Hogy hol tartunk, és hogy igaz-e az, hogy tízszer jobban fertőz. Ez egy kicsit túlzás, kétségtelenül az, hogy a fertőzők az terjedési képessége, tehát a fertőző képessége, igen, magas ez a kanyaróhoz hasonló, a kanyaronál általában 90-92%-os fertőzöttségi rátát, átvitelt bizonyítanak. Úgyhogy kétségtelenül, hogy a terjedése, és ezt bizonyít, bizonyította már 2021-ben és 2022-ben, akkor amikor a járvány kiugrások vannak, akkor ugye nagyon nagy számba fedezik fel a fertőzötteknek a számát a letesztelt és lediagnozált esetekből. Uh, igaz az is, hogy a lapangási idő is lerövidült? A lapangási idő lényegesen lerövidült, ez is azt mutatja, hogy jobban adaptálódott az emberi szervezetnek a fertőzéséhez, és kezd inkább az influenza vírushoz hasonlítani, mint a legelső alfa, úgynevezett kínai vírushoz. Igaz. Hogyan dönti le az embert a lábáról ez az új variáns? Kérdezem ezt, az, ez, ezt azért, mert teljesen másak a tünetek, és előfordulhat, hogy sok esetben nem is gyanakszunk koronavírusra. Tehát egyrészt a tünetek az előzőekhez viszonyítottan, ugye említettem alfa, delta, beta, gamma, stb. variánsokat, az előzőhöz viszonyítottan sokkal enyhébbek a tünetek, elsősorban felső légúti tünetekkel jelentkezik, tehát ornyálkafolyás, úgynevezett rinoreja, torokfájás, köhögés, gyakori tüszentés, izomfájdalom és elesettség szindromája, kortünete van jelen ennél. Ugyanezek megvoltak természetesen a másik variánsoknál is, de ott elsősorban, különösen az elején, a 2020-as évben elsősorban a tüdő érintettség volt a, a hangsúlyos. Most is van bizonyos fokú tüdőérintettség a súlyos esetekben, de sokkal enyhébb a lefolyása, tünetmentes nagy százalékban, nagyon nagy százalékban, tehát... És ott is, ahol tünetesen jelentkezik, egy, egy szimpla influenzához hasonló kortünettel jelentkezik, ami 3-4-5 nap alatt elmúlik. Értem. Legtöbben azt mondják, hogy gyakorlatilag két nap és egy éjszaka tart akkor, amikor rosszul érzi magát, és ténylegesen betegnek érzi magát. Igaz, hogy a vakcinák egyre kevésbé hatásosak a megfertőződéssel szemben, ha a súlyos lefolyású COVID-dal szemben továbbra is azért védelmet kínálnak? Tehát e, itt az oltóanyaggal kapcsolatosan, ami egyedülálló jelenség volt az orvostudomány történetében, e, nagyon hamar e, láttamozva és kibocsátva, azon kívül hatalmas mennyiségeket előre, még a gyártása előtt megvéve, stb. Itt állandóan cirkusok vannak, és tárgyalások vannak úgy politikai szinten, mint tudományos szinten. Kétségtelen az, és bizonyított, bizonyított az, hogy a járvány ellen és a terjedés ellen nem véd a vakcina, csak nagyon kevésbé. Tehát addig, ameddig ez a vakcina, ami most is még pillanatnyilag használatban van, az elején valamit befolyásolta a terjedést, most már semmiképpen se beszélhetünk. Tehát járványügyi szempontból a vakcinának a hatékonysága nincsen magasabban, mint 40-50 százalék. Viszont statisztikailag itt is kérdőjelt lehet feltenni, mivel nem ismert minden eset, ugye? De statisztikailag a korlefolyás, tehát az, az úgynevezett immunológiai vihar, ami gyakorlatilag intenzív terápiás kezelésre szorítja a betegeket, ez a vihar és a, a tüdő érintettsége lényegesen kisebb az oltottaknál, mint a nem oltottaknál. Azért mondtam, hogy tárgyalható, anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, de egy, egy, nem ismerjük az összes eset, számot sokkal magasabb, mint amennyi nyilvántartásban van véve. Kettő, nincsen differenciálva az korcsoportok szerint a súlyossági indexe. Ugye látjuk azt, hogy azok, akik oltottak is, már 200 ezerre jutott az oltottaknak az újra fertőződése, fertőző. Igen. és az újrafertőződést nem számoljuk, csak egy pár hónapja. Értem. Mit javasol ön szakemberként, hogy a negyedik oltást is adassuk be? Tehát én itt egyet egyetértek a mostani egészségügyi miniszterrel. Én azt mondom, hogy mindenképpen ki kell várni az új változtatott, amit most a múlt héten apróbált az Európai Gyógyszerügynökség is, az új változatot, ami állítólag ugyanúgy járvány szempontból kevésbé hatékony, de viszont súlyossági index szempontjából azt mondják, hogy hatékony. Tehát ki kell várni addig, ameddig megjön az új típusú oltóanyag, sőt végre az Európai Ügynökség apróbált egy a booster oltásra, tehát az újraoltásra egy nem Messenger RNA technológiából előállított vakcinát. Nem mondom a nevét, mert nem lehet, Igen. de a Novovax gyártja, úgyhogy ez már rég kéri a bejegyzését. Ez egyformán véd a súlyosság szempontjából, úgy a delta vírus ellen, mint az omikron ellen, minden számítás szerint. Doktor úr, meglehetősen kellemetlen híreket hallunk az utóbbi időben a koronavírus okozta szövődményekről. Igen, hát ez a szövődményeknek a problémája létezik és van. De sajnos össze van kombinálva egy hatalmas, hogy mondjam, hobbival vagy újdonság problémával az egészségügyi ellátórendszerbe, ugyanakkor kapcsolódik hozzá egy elég magas ár nyereség, ugye a kivizsgálás és a laboratórium eredmények és a kivizsgálásnak a szempontjából. nem kétségtelenül van, létezik, az, hogy nem létezik annyi, amennyit mi látunk, ez a legkönnyebb, ha valahol nincs még konkrét diagnózis, akkor azt mondjuk, hogy post-covid-szindróma, ugye? Igen. De létezik, léteznek úgy légúti tünetek a gyakori köhögéssel és a perszisztens köhögéssel. Léteznek azon kívül neurológiai tünetek, emlékezéskiesés, meg figyelemzavar, meg stb. És elsősorban ki kell hangsúlyozni azt a, a, a hangsúlyos és előrehaladott fáradtsági érzést, amit ezek a betegek ténylegesen betegeknél Éreznek. jelentkeznek. Állítólag Na most még csak egy mond... igen, igen, igen. Igen, mi a kérdés? Nem kérdés, tehát... csak kapcsolódtam, hogy állítólag fiataloknál is gyakori ez a fáradtság. Igen, tehát jelenti. az jellemző, hogy elsősorban a fáradtsági tünetegyüttes, és azon kívül a perszisztens légzés zavar, ami lehet úgy a tüdőtől, mint a szívelégtelenségtől, ez a fiatalabb korcsoportoknál jelentkezik. Tehát nem gyerekekről beszélünk, hanem fiatalabb korcsoportnál, 35-től. 59-ig mondjuk, vagy 55-ig, ahogy akarják a fiatalságot jellemezni, de e, e, kihangsúlyoznám azt, hogy az egészségügyi világszervezetnek nagyon határozott e, eset meghatározási rendszere van, tehát három hónap után diagnózáljuk, egy és kettő, minimum két hónapot tartanak a tünetek. Értem. Tehát nem úgy, hogy most bemegyek az orvoshoz, és ezelőtt hat héttel, vagy egy hónappal, két héttel beteg voltam, vagy fertőzött voltam, és azt mondja, hogy doktor úr, annyira fáradt vagyok, hát COVID szindróma. És akkor a, csak a labor kivizsgálás, hogyha elvégezzük az árajánlatok szempontjából, amit általában a biztosítóház nem tud kifizetni az egészet, az 400 és 600 lei között van, plusz a szakrendelés, és a többi, úgyhogy... Ráadásul nem cipi, is cipi, cipi, releváns, mert a három hónapot... Nem hónap is releváns, nem de csipi-csupi elmegy az Igen. ezer leig a kiadás, ugye? Itt inkább ami aggasztó a kardiológiai problémák, tehát ez a mi... A tehát a miokardiális érit, é, érintettség az mindegyiknél jelen volt a koronavírusoknál, mindegyiknél jelen volt. Sajnos jelen volt az oltás utáni állapotokba is, úgyhogy a miokardiális érintettség, ami általában, hál' Istennek, 90 ba gyógyul, elmúlik, marad egy 10%-os reziduális érintettség, de az igen gyakori volt. Most is, és volt. Ez is. konkrétan milyen tünetekkel jár? Légzési esetleges ritmuszavarok, tehát szívritmuszavarok. Szívritmuszavarnál a vérnyomás ingadozás és tromboembolitikus, tehát trombozisos kockázat fennállás. Ezzel -e mit lehet tenni? Hogyan lehet vigyázni? Hát ezt ezt kétségtelenül felülvigyázni kell, monitorizáltan felülvigyázni kell, és szakorosi kezelést igényel. Abban az esetben, ha bizonyítottan ez a szindróma fennáll mindenképpen, ugye most már olyan ECO-Doppler kivizsgálások és EKG kivizsgálások és CT-t, meg kardiális remények kivizsgálások vannak, hogy ezt nagyon pontosan meg lehet állapítani, hogy milyen gyógyszeres kezelést igényel. Tehát igényli csak a ritmuszavar kezelést, vagy igényli a szív elégte, esetleges szívelégtelenségnek a kezelését is, stb. Tehát kétség kívül a szövődmények mellékhatások léteznek is? Igen léteznek, de ismétlen tenni? még egyszer nem olyan szinten, mint ahogy most pillanatnyilag divatos. Értem. Doktor úr, elkezdődött az iskola, óvoda. Mit ajánl a szülőknek? Most ugye az influenzaoltást is igénylik sokan. Covid ellen is, influenza ellen is oltsuk a gyerekeket? Tehát uh, úgy néz ki, minden erőjelzés erőjel szerint, hogy influenza lesz. Ugye a tavaly, tavaly előtt minimális influenza járvány volt. Most úgy néz ki, hogy lesz, tehát az influenza elleni oltást javaslom, különösen, hogy a négy komponensű oltóanyagba kettő megváltozott, az egyik a melbourne izolálás, ami Ausztráliában elég magas szintű járványos megbetegedéseket okozott, náluk már a tél elmúlt, ugye? Igen. Eh, okozott, tehát azt javaslom a gyerekeknek is, a Covid oltással kapcsolatosan én nem azt mondom, hogy nem, aki akarja oltassa be magát, de annyira minimális a, úgy az esetszám, mint a, a súlyos esetszám, nem is beszélve az elhalálozásról, ami tehát szinte nem létezik, gyakorlatilag nem, létezik, nem, létezik, nem, nem is létezik, úgyhogy ezek a kettő, három, öt Beut intenzív terápiára felvett gyerek is általában olyan gyereknél történik, ahol más Egyéb alap betegség létezik, lesz, és jobbnak látják az állandó megfigyelését az intenzív terápián, mint maga a COVID-fertőzés miatt. Doktor úr, nem mehetünk el szó nélkül, még van néhány divatos betegség manapság, itt a majomhimlő, tehát Éjjel. az is felütötte a fejét. Igen, a majom himlő, ami gyakorlatilag eléggé vitatott megnevezés, mert semmi köze a majomhoz. Ugye rákcsálók a, a vírus hordozó gazdák, a majom, majmokon történtek a kísérletek, ugye az szabású majmokon, hogy úgy mondjam. Ugye? De maradjunk a majomhimlő egyelőre, ez az uzuális, a majomhimlő kifejezésnél, tehát Európában 18 ezer valamennyi 400 esetet diagnozáltak pillanatnyilag. Szinte exkluzív férfiaknál, egy eset gyereknél, két eset nőnél, exkluszív férfiaknál, és pillanatnyilag a járványos megnyilvánulása, tehát jó, 18 ezer eset az európai államokban, ami 19 államban jelentkezett, és diagnozáltak. Egyes államokban százával, más államokban kevesebb, például Romániában 36, Magyarországon 70 esetet diagnozáltak eddig. Tehát nem olyan sok. Tehát nem olyan sok, és nem pandémiás, vagy nem olyan jellegű, amire nagyon oda kell figyelni világszinten, de kétségtelenül, hogy egyelőre a járványos megjelenése mindenképpen az LGBT férfiakhoz kötött. Értem. Hogy mi lesz belőle, hogy ott, ahol heteroszexuális kapcsolat van is, és a is, és homoszexuális kapcsolat is van, hogy mi lesz az átterjedés rátája, azt még meglátjuk elsősorban szexuális kapcsolattal történő terjedés, de mivel a kiütések kifakadnak és genyes váladékot bocsátanak ki, lehet például ágylepedőről is, ha fertőzőképes. frissen, fertőzőképes, uh -huh. ha frissen használják ugyanazt az ágynemet. Ugyan kevés az eset szám, de ijesztőnek tűnik. És Tehát ez egy a variola, a fekete himlő vírusához hasonló vírus, de nem most felfedezett vírus, ez már 30-40 éve ismert vírus, de eddig nem okozott így eset halmozódást, tehát csoportos megjelenülést bizonyos kockázati tényezőkkel Értem. kapcsolatosan. Um... Itt van ez a vírusos fertőző mágygyuladás, ez is aggodalmat, meg ijedelmet okozott, hiszen megjelent Romániában is. Romániában három esetet jegyeztek pillanatnyilag, mind a három esetben meggyógyultak a betegek. Elsősorban gyereket érint. Ez a ismeretlen eredetű vagy ismeretlen vírus által okozott meggyulladás azt jelenti, hogy nem A. Nem B, nem C, nem D, nem E. Ezek eddig ismertek és diagnozálhatták. Állítólag az eddigi megfigyelések alapján állítólag egy adenovírus okozza, ami eddig légúti fertőzéseket adott szezonálisan a gyerekeknél, és minden probléma nélkül gyógyult. É, á, jó. Még egyetlen egy dolog, ezt sem tudjuk figyelmen kívül hagyni, mert közbeszéd tárgyát képezi, meg hát idézőjelben divatos mostanában erről beszélni, ez a hirtelen nem előre jelzett haláleset. Mert Igen. Történik ilyen mostanában. Tehát, történnek módon. ilyenek, ilyen haláleset. Tehát minden kockázati tényező nélküli. Tehát nem vagyok beteg, nem vagyok krónikus beteg, nem ö, olyan állapotban, legyengült állapotban, vagy immunológiai károsodásban létező szeméről van szó, akinek hirtelen áll be a halál, otthon vagy teljesen fotbalpályán, a fotbalistánál, vagy stb. Tehát el, korelőzményben nem létező terepre jövő elhalálozás. Nem nagy számba van, de a, szociáli, a szociológusok és a társadalomkutatók is, az orvosok is mindenképpen ehhez a trepidációs és globalizált és stresszes élet vitelhez, vitelhez kötik. Étel vit, életvitelhez kötik minden szempontból, a túlhajtottsághoz nem lehet összekötni se drogfüggőséggel, tehát se alkoholizmussal egyelőre, tehát mindezek hiányoznak, azért pillanatnyilag még tanulmányozott, hogy tényleg egy adon, változott adenovírus okozza, mert ez is változott, mert másképp ismétlen még egyszer légúti szezonális fertőzés, hogy tényleg ez okozza, vagy valami más oka is van, de szociológiai körülményekhez kötött mindenképpen. Egyelőre, mert még fehér foltot jelent. Még fehér folt, és egyelőre ez a, tehát például a fotbalistánál ugye a, a performanciának a hajhászása, meg stb. ugye ez nagyba hozzájárulhat ahhoz. Tehát itt tanácsot sem tudunk adni azon kívül, tehát, hogy tehát, legyen. Nagyon könnyű tanácsot adni, elkerülni a stresszt, ami lehetetlen. <laughs> Igen. Ugye? Tehát Tanácsot könnyű adni, megtartani nehezebb. Legyen ez a végszó, doktor úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendég. Én is köszönöm szépen a meghallgatást.